A múzeumok napját már régóta tartja a Wosinski Múzeum, immáron azonban 10 éve, hogy emléknappal kötik össze. 1989. május 18-án ezen a napon vette föl az intézményünk az alapító igazgató Wosinski Mornak a nevét. És ez adta az ötletet, hogy ez erre rá csatlakozva egy Wosinski emléknapot, tehát tulajdonképpen a múzeumunknak a születésnapját is ünnepeljük. Mint minden ünnep alkalmából, ilyenkor azért próbáljuk megtalálni azokat az embereket, támogatókat, akik sokat tettek az intézmény működésért, sokat támogatták önzetlenül. Wosinski emlékplakettet kapott az eseményen Tóth Gáborné Bogár Éva, a Bogár tanyán végzett hagyományőrző munkájáért, a Wosinski díjat pedig Seiler Katalin, aki már 10 éve a múzeum munkatársa. Nekünk ez egy nagyon fontos és saját történelmünkre nagyon büszke közösségként, nagyon fontosnak tartjuk ennek az emléknapnak a megtartását, folyamatos megtartását. A megemlékezésen részt vett Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság elnöke, aki köszöntőjében Wosinski Mór keleti útam emlékei című művének előszavát olvasta fel. Munkámnak minél tágasabb körben való terjesztését kérném a szíves olvasótól, nem önzés, hanem a jótékonysági nemes cél érdekében teszem ezt. A nemes cél érdekében. Jó volna minél több ilyet tapasztalni 2024-ben is. Az esemény végén megkoszorúzták a múzeum épülete előtti Wosinski szobrot.